Az 1826-ban Czóbel László helyi nagybirtokos által eredetileg klasszicista stílusban építtetett földszintes épület állapota az utóbbi évtizedekben nagyon leromlott. A korábban orvosi rendelőként és könyvtárként is működő, műemléki védettséget élvező kúria felújítására többször pályázott a község önkormányzata, forrást azonban csak 2015-ben sikerült szerezni a rekonstrukcióhoz. Az úrilak egykor értékes régi tárgyak őrzőhelye volt, itt láthatták az érdeklődők Luther és Calvin korabeli képmásait, Simonyi óbester kardját, a falakat pedig több Megnyánszky és Büttner festmény díszítette. A 200 éves történet az valamikor az 1700-as évek végén kezdődött, mikor a család ide költözött Anhalsra. A egyik leszármazott ősük a Czóbel családnak ezt a birtokot ajándékba kapta a tettei, cselekedetei elismeréséről. Ide költözött a család, itt éltek egészen 1947-ig, Czóbel Minka haláláig. Ez a park hozzátartozó kúria a Czóbel család tulajdonát képezte. Az átadáson Sezták Miklós nemzeti fejlesztési miniszter beszédében elmondta, a megyének az egyik kitörési lehetősége a turizmus lehet. Olyan turisztikai programokat tudjunk csinálni, hogy eljön a turista, és egy hetet, két hetet itt maradjon. Mire gondolhatunk? Első itt a Tiszánk. Értelemszerűen a Tisza, mint turisztikai látványosság, az egy nagyon fontos, és Tokaj Tisza vonatkozásában szerintem van reális esély, hogy turisztikai destinációs programpontként ez itt megjelenjen. A kormány döntött, aki nyitott szemekkel olvassa a kormányhatározatokat, látja, hogy Rakamasztól Tiszabecsig kerékpárút építést mellett döntött a kormány végig a Tisza mentén, tehát szerintünk egy nagyon nagy látványosság lesz. Az Anarchihoz hasonló beruházásokat a megyei önkormányzat is tervez a jövőben, a megvalósításhoz pedig a terület és település fejlesztési program forrásait használják majd fel. Van egy integrált programja, turisztikai örökségvédelmi programja a megyei önkormányzatnak, amely számos ilyen projekt elemet tartalmaz, majd 40 településsel közösen egy konzorciumi megállapodást révén akarjuk ezt a programot megvalósítani, és hát reméljük, hogy ennek folyamányaképpen jövőre, a következő években számos hasonló kúria helyi érték felújításának, megújulásának örülhetünk. A kúria vagyonkezelési jogát gyakorló önkormányzat a tervek szerint emlékszobát rendez be az Anarchon született Czóbel Minka költő műfordító emlékére, de lesznek időszakos és művészeti kiállítások, a díszteremben pedig konferenciákat és rendezvényeket tartanak majd. A kúria több mint 7 hektáros parkját már korábban felújították, így a látogatókat és az érdeklődőket rendezett környezet és egy új épület fogadja.